Egyéni képviselőként ez a második ciklusa, a polgármesterként pedig az első. Ezek szerint akkor közel áll önhöz a helyi politikával, közélettel való feladatok, ezeknek a feladatoknak az ellátása. Ez az elmúlt 4 év azért nagyon jó volt olyan szempontból, hogy ráéreztem arra, hogy milyen jó, hogyha tudok embereknek segíteni, hogy jobban éljenek a problémáiknak a megoldásában. Én itt születtem, és máig abban a házban lakom, ahol születtem tulajdonképpen, itt a Mester utcában, a Haller téri parkkal szemben. Nagyon, nagyon jó érzés az, hogy van lehetőségem arra, hogy még többet tegyek ezért a kerületért. Miként jelent más, illetve több feladatot az, hogy most már nem csak egyéni képviselő, hanem alpolgármester is? Ami változott az, hogy én ugye egyéni képviselőként egy 8 órás munka mellett végeztem ezt a feladatot, vagy hivatást. Most viszont főállásban vagyok alpolgármester. Kulturális tanácsnok voltam az elmúlt 4 évben. Volt egy rálátásom a kerület kulturális életére, és hogy most, hogy a kultúra hozzám tartozik, ez egy nagyon lelkesítő feladat. Ugye családilag is megvan az indítatásom a kultúrára, hiszen az én családomban mindenki muzsikus, a férjem, a 2 lányom profi zenészek. Van egy nagy tervem, szeretnék Ferencvárosból egy ifjúsági kulturális központot kialakítani. A korábbi ciklusban egyedüli hölgy volt a képviselőtestületben, most változtak az arányok, sokkal több a hölgy. Mit gondol, hogy egy női képviselő mennyivel tud másabb szemléletet vinni a helyi politikába? Nagyon, nagyon másképp látják a nők a politikát, én úgy gondolom. Tehát, és nagyon örülök neki, hogy nem vagyok egyedül, hanem hogy most már tényleg többen vagyunk nők a testületben. Sokkal érzékenyebbek vagyunk, sokkal inkább kompromisszumkészebbek vagyunk. Feladat megoldása számunkra a fontos, az, hogy azt a célt elérjük, amit kitűztünk magunk elé. És nagyon-nagyon jó, hogy többen vagyunk a képviselőtestet. Ez egész biztos vagyok benne, hogy Ferencvárosnak a javára válik. Választókörzetének mik a határai, és mi az, amire büszke ebben a választókerületben, és milyen változások várhatóak majd? A Nagyvárad tértől a Mester utcáig ugye a Haller utca. Haller utca, Üllői út, Szobjecki János utca által határolt terület. Kisebb, nagyobb átalakítások, tehát mondjuk itt önkormányzati tulajdonú házakra gondolok, folyosó felújítások vagy kapuai felújítások, természetesen ezek is több milliós nagyságrendű beruházások. Társasház felújítási pályázatnak köszönhetően nem csak az önkormányzati házak, értendő, hanem a társasházakra is. Ami inkább azt mondanám, hogy a körzetemet érinti, az a körzetemnek a környezetében történt változások, tehát például a Gát utcában az új körzeti megbízotti irodának ezek a soft programjai, amik érintik az én körzetemet. Új kamerák kerültek a körzetembe, ami ugye a közbiztonságot javítja, és ami hát most ebben az évben is, még idén szeptemberig újabb 3 kamerát kap a körzetem. Most lesz április közepén majd az átadása az ifjúsági irodának, ami a Haller utca 52-ben. Ez korábban az Ecseri úti aluljáróban egy nagyon pici helyen működött, ez az ifjúsági iroda, és hát most egy ilyen 100 négyzetméteres új helyet kap, ahol nem csak az ifjúsági iroda kap helyet, hanem a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat is. Abban bízom, hogy ez a háromszög, amit itt az FM ugye a Haller útnak ezen az oldalán, az ifjúsági iroda, a Haller Park által határolt háromszög. Én úgy gondolom, hogy az én körzetem életében is egy meghatározó terület lesz. Ez a 3 létesítmény nagyon jól fog tudni együtt dolgozni. Tavaly ősszel adtuk át a Haller Parkban a futópályát, egy ilyen műanyag futópályát, és egy ilyen fitness parkot, ahol fitness eszközök állnak a lakosság rendelkezésére, amit nagyon nagy örömmel látom, hogy nagyon sokan használnak. Én is használója vagyok ezeknek egyébként, és a futópályát is használom, és nagyon jó, amikor reggel
futok, és jönnek oda hozzám az emberek, és hát mindig megállítanak, elmondják, hogy milyen problémáik vannak egyébként. Szóval nagyon jókat lehet ilyen alkalmakkor egyébként beszélgetni. Állandó kapcsolat a ferencvárosi polgárokkal, ami egy nagyon-nagyon jó dolog.